Jó estét kívánok, kedves nézőink, ez már itt a háttér. Köszönet a hősöknek díjat kapott dr. Surányi Lajos, infektológus, gyermekgyógyász főorvos, a Toldy Ferenc Kórház csecsemő és gyermekosztályának osztályvezető főorvosa, akit most nagy szeretettel köszöntök itt a stúdióban. Jó estét kívánok, főorvos úr. Nagyon nagy szeretettel gratulálok a díjhoz. Köszönöm. Először is, hát kezdjük azzal, köszönet a hősöknek, én azt gondolom, hogy a nevében minden benne van. Kezdjük először is azzal, hogy hogyan fogadta ezt a díjat, mert ugye ez a díj azoknak jár, és ezt puskáznom kell, felolvasom, hogy azok kaphatják ezt az elismerést, akik a Covid-járvány idején munkájukkal, kitartásukkal és hősiességükkel példát mutattak az egész országnak. Hát milyen másfél év van ön mögött, és hogyan esett ez a díj? Igen, bevallom őszintén, bő egy hónappal ezelőtt én magam sem tudtam ennek a díjnak a létezéséről. Ez egy nagyon új díj, a Szent Imre Kórház főigazgatója, Bedros professzor úr tavaly alapította a Covid-járvány első hulláma idején. Azoknak a kórházi dolgozóknak, ápolóknak, orvosoknak, illetve mentősöknek, akik részt vettek a járvány elleni küzdelembe. Ennek megfelelően bízunk benne, hogy rövid életű lesz a díj, és ez volt a második év, amikor ezt kiosztották. Olyannyira nem hittem el, amikor kaptam egy e-mailt a díjátadó bizottságtól, én rögtön felvettem a kapcsolatot a kórház vezetéssel, hogy nézzenek már utána, mert mindenféle személyes adataimat kérték, és olyan furcsa volt a mai világban, de megerősítették, hogy valóban megkaptam a díjat, és ez egy létező díj, úgyhogy június 21-én vettük át a Szent Imre Kórházban ezt a elismerő oklevelet. A maga díj, hogy ki kaphatja meg, ez úgy működik, hogy egy nyílt honlapról van szó, ahol kórházi dolgozók, kollektívák, illetve nagyon fontos betegek tehetnek ajánlást. Mondom, kórházi dolgozókra, házi orvosokra, területen dolgozó kollégákra, kolléganőkre, illetve mentő dolgozókra. És hát 1000 fölötti jelölés érkezett, úgy tudom, hogy, tehát 100-an kaptuk meg a díjat, úgy tudom, azokat díjazták, akiket mind a két oldalról, tehát kollégák, illetve betegek is jelöltek a díjra, és ennek a Semmelweis napi helyi elismerő oklevelét kaptam meg a saját munkahelyemen, a Toldy Ferenc Kórházban. Jól láttuk ezen az ünnepségen, hogy főorvos úr meghatódottságot láttunk az arcán. Hát igen, és tehát álszerénység nélkül mondhatom, hogy ezt a díjat igazából én jelképesen egy kollektíva nevében, a általam irányított kettes Covid osztály nevében vettem át. Egyrészt nélkülük biztos, hogy nem kaptam volna meg ezt a elismerést. Ez is frázisnak tűnik, de itt a járvány ideje alatt tényleg így volt, hogy ez egy abszolút csapatmunka volt. Nővérek épp úgy, mint a kollégák, együtt küzdöttünk ebben az időszakban, és hát ha ez nem működött volna csapatmunkaként, akkor biztos, hogy én sem kaptam volna meg ezt a díjat, és igazából bármelyik kollégám, nővér, illetve mentős, aki 7 hónapot a Covid ellátásban dolgozott, szerintem ugyanígy megérdemelni ezt a oklevelet. Az, hogy engem jelöltek, ezt nagyon köszönöm, akik ezt megtették, nyilván nem, valószínűleg nem fogom megtudni. És hát nyilván, hogy a kollektíva is nagyon fontos, de, és engedje meg egy személyes megjegyzést, a családja is gondolom, hogy nagyon-nagyon részese ennek a díjnak, mert hogy sokat kellett nélkülözni. Igen, hát az egészségügyi dolgozók, hozzátartozói megszokták, hogy dolgozunk hétvégén, ünnepek alatt, éjszakákat távol töltünk a családunktól. Nyilván nagyon fontos, és szinte a legfontosabb a hozzátartozóink kitartása mellettünk. Ez nekik is szerintem egy jóval nehezebb időszak volt az átlagnál, és én is azt gondolom, hogy mivel nekem a gyermekeim felnőtt korúak, és nem velünk töltik a hétköznapokat, különösen a feleségem illeti a köszönet, akinek valószínű, sőt biztos vagyok benne, hogy legalább ilyen nehéz volt ez az időszak lelkileg. Milyen másfél év van önök mögött? Nyilván, hogy ez egy olyan kérdés, amire nem lehet másfél-két mondatos választ adni, de ha ki kellene emelni igen. Valamit ebben az elmúlt nehéz másfél évben, akkor mi lenne? Egy pszichológus ismerősöm, jó barátom mondta, hogy körülbelül úgy érezhetjük mi most magunkat, mint akik
háborúban harcoltak, utána hazajönnek, és egyelőre a civil életben nem találják a helyüket. Valóban ez egy egészen más jellegű munka volt, amit eddig megszoktunk. Egyrészt volt egy fizikai tényező, ez a mindenki által közismert overallban, több rétegű felszerelésben való munka, ami valóban szinte lehetetlenné teszi a normális hétköznapi munkát. Én bevallom, amikor először fölhúztam ezt a szerelést, akkor 10 perc után azt gondoltam, hogy ebben nem lehet dolgozni, munkát végezni. Azért gyorsan rájött az ember, hogy az elfoglaltság elfeledteti az emberrel azt, hogy milyen ruhába dolgozik, és tényleg utána, amikor beindult a járvány, és rengeteg tennivalónk volt, akkor valóban erről elfeledkezett az ember, de egyébként itt emelném ki a nővérek munkájának a szerepét, hogy őnekik ez többszörösen nehéz volt, mert mi orvosok azért a munkánk egy részét kiöltözve, az úgynevezett kizsiripelve, tehát a rendes kórházi ruhába is tudtuk végezni adminisztratív dolgokat, egyebeket. Addig egy ápolónak nyilván a betegágy mellett kell maradnia, tehát ők jóval kevesebbet tudtak kijönni, jóval kevesebb időt tudtak pihenőidővel tölteni, tehát őket még jobban megviselte ez a munkaruha. És hát a másik oldala ennek az egész járványnak nyilván a pszichikai része, ami talán ennél sokkal, sokkal fajsúlyosabb és nehezebb volt. Hát azért bármennyire is utólag azért kiderült, hogy amikor a lebontott adatokat néztük, halálozási adatokat, hogy kifejezetten jó helyen állunk, amennyire sajnos egy ilyen szomorú statisztikában lehet egyáltalán jó helyen állni. A Ceglédi Kórház nem volt rossz helyen ebből a szempontból, azonban egy ilyen pandémia alatt, járvány alatt, rövid idő alatt ez a ha az elveszített, minden erőfeszítéseink ellenére elveszített betegek száma azért relatív, ez soknak tűnt, és sok is volt sajnos. És ez úgy látom, én nyilván az elmúlt 27 évet gyerekosztályon töltöttem nálunk, azért nagyon ritka szerencsére a halálozás. De úgy láttam, hogy azért ez felnőtt osztályon dolgozó kollégáimat, ápolókat is ugyanilyen szinten megviselte. Annyira időnként tehetetlennek éreztük magunkat, és itt jön a harmadik nehézsége ennek a járványnak, hogy egy új betegségről volt szó, nagyjából mi is most tanultuk, ugye az orvostudomány arra épít, hogy a korábbi tapasztalatokra, eredményekre, itt semmilyenre nem volt módunk, lehetőségünk, egy nagyon friss kórképről volt szó, új kórokozóról, a terápiás lehetőségek korlátozottak voltak, emlékezzünk csak vissza, hogy hány gyógyszerről jelent meg, hogy átütő erőt jelent majd a kezelésben, aztán rövid időn belül, néhány héten belül kiderült, hogy mégsem. Tehát ez jelentette a kezelésben a harmadik nagyon-nagyon nehéz részét. Ebben az elmúlt másfél évben melyik hónapok voltak a legnehezebbek? Nyilván gondolom, a harmadik hullám volt a leg... Tehát két csúcs volt, ez a november-december, illetve a március-április, azt hiszem, hogy a legborzasztóbb, lehet ezt a szót használni, az a március-áprilisi, a harmadik hullám volt, amikor februárban egy kicsit azt hittük, hogy csendesedik az időszak, és tényleg így van, hogy különösebb csökkenés nélkül aztán ez átment a harmadik hullámba. Az őszi hullám is, őszi hullám során is sajnos sok beteget elveszítettünk a tavaszibe, ehhez képest az volt, amennyire ebbe lehet még fokozni a drámaiságot, tragédiát, hogy jócskán megnőtt a fiatal, illetve középkorú betegek aránya, és sajnos közülük is veszítettünk el fájóan, még ha ez kevésnek is tűnik, de több ilyenkorú beteget is veszítettünk el, és ez borzasztó tragédia volt nekünk is, nem beszélve az ő családjaikról. Éppen erre akartam egyébként rákérdezni, hogy az önök munkájának azért egyik nagyon fontos része a gyógyításon nyilván túl, meg a helytálláson túl, az orvosi helytálláson túl, hogy a családban is tartani a reményt, meg a hitet, meg úgy egyáltalán. Igen. Ez igen, mennyire hát volt az egyéb más megterhelés mellett, igen, még egy plusz megterhelés? Ebben is nehezítette, tehát ez a szituáció egészen más volt, mint máskor. Tehát egyrészt korlátozva volt, és ez is borzasztó dolog volt, hogy de egy járványnak nyilván ez egy
törvényszerű következménye a látogatás, nehezítve volt. Beöltözve lehetett látogatni, az is korlátozottan működött. Sajnos, amikor látogatót be lehetett engedni a jogszabálynak megfelelően, akkor már a látogató is tudta, hogy abban az esetben jöhet látogatni, amikor nagyjából a remény már... már sajnos oda van. És a másik az, amit a elején is mondtam, hogy ez a ruha nem csak a fizikai nehézségben játszott szerepet, hanem az, hogy a betegekkel való kommunikáció, ami egy nagyon fontos része volna ennek a hivatásnak, hát ez jóval nehezebb volt. Szegény betegek ugye belőlünk csak egy pajzsal fedett szempárt láttak gyakorlatilag szabadon, semmi mást. És így ez borzasztó nehéz volt bennük tartani a lelket. Megpróbáltuk természetesen, és így is meglepő módon így is megismertek minket, de hát ez azért nagyban nehezítette pszichésen is a betegek pszichés támogatását, vezetését. Orvos úr, egy-egy ilyen díj, és picit a Covidról most elkanyarodva, de nyilván önnél maradva, sőt, csak önnél maradva, mert egy ilyen díj, én azt gondolom, hogy jobban rávilágíthat arra, hogy akit mondjuk a tévében látunk, vagy mondjuk a szülők ismernek az osztályról, egy picit a lakosság is jobban megismerje önt. Hogyan jött egyáltalán az indítatás, hogy ezt a hivatást válaszza, és mondjuk a szakiránya egyértelmű volt, hogy a gyermekgyógyászat felé fogja vinni? Hát én egy Csongrád és Szolnok megye határán lévő kisfaluban, egy Csépa nevű faluban születtem, ott töltöttem a gyerekkoromat. Édesapám ott volt 40 évig házi orvos, jelenleg is egy emléktábla őrzi az emlékét, és őróla van elnevezve a falu egészségháza. Szakmailag és emberileg is őt tartom a példaképemnek, és hát igazából őszinte leszek, gimnáziumban én ugyanúgy szerettem a történelmet, mint mondjuk a biológiát, és gyakorlatilag tényleg itt is édesapám javasolta, hogy szerinte én orvosnak való vagyok, hát remélem az idő igazolja, én jól érzem magam ebben a szakmában, és végül is tényleg jó döntésnek tűnt. De alapból ő is gyermekorvos volt, lehet, hogy ez is, de valahogy ez igazából nem volt kérdéses. Én az egyetem második felétől gyerekorvos szerettem volna lenni. Elég korán meg is születtek a gyermekeink, és valahogy ez igazából nem volt kérdés. Az infektológia az már egy tudatos választás volt, ez mindig is érdekeltek a fertőző betegségek, a járványok. Nem gondoltam volna, hogy egy világjárvány részeseként is ennek hasznát veszem. Igazából az infektológia inkább most már a utóbbi évtizedekben nem a fertőző betegségek kezelésével, mert azok szerencsésen civilizált országokban nem jelentenek olyan jellegű problémát, mint mondjuk egy trópusi országban. Az infektológia inkább átment a antibiotikum kezelés sem foglalkozó tudományá. Ugye egyre szaporodnak a kórházi fertőzések, az ember életkora nő, ennek megfelelően az idős emberek kórházi kezelés kapcsán nagyon könnyen kapnak el úgynevezett nozokomiális fertőzéseket, ezeknek a kezelése egy külön tudományág, az infektológia most már főleg ezekkel a dolgokkal foglalkozik. 2008 óta vezeti ugye a Toldy Ferenc Kórház csecsemős gyermekosztályát. Az elmúlt jó pár évben nyilván van tapasztalata arról. Az önök hivatása szerintem egyébként az egyik legcsodálatosabb, mert gyerekeket gyógyítani az egyik legszebb dolog a Földön. Hogy a szülők mennyire járnak vissza, vagy mondanak köszönetet, ez mennyire sokat számít a lelküknek? Az egész osztályra vonatkozik nyilván a kérdés. Igen, ez így van. Rengeteg adományt kapunk szülőktől, civil szervezetektől. Ennek kapcsán szoktunk is találkozni rendszeresen. Most már szerencsére évtizedek óta megoldható, hogy a beteg gyermekek mellett a valamelyik szülő is folyamatosan ott tartózkodjon, úgyhogy ilyen szempontból is szerencsére most már sokkal könnyebb a dolgunk, mint régen. A szülők jelentős része aktívan részt vesz a beteg gyermek ellátásában, és hát kapunk természetesen leveleket, fényképeket, nagyon jó érzés mondjuk egy 1200 grammos koraszülöttől óvodáskorában egy megküldött fényképen látni, hogy milyen gyönyörűen felnőtt és szép gyermek lett belőle.
úgyhogy ezek nagyon szép élmények, az biztos. És a gyermekosztály talán az egyik olyan legpreferáltabb az emberek körében, és amit nagyon-nagyon szívesen támogatnak. Igen, alapítványok is, magánszemélyek is, cégek is. Hogy esik ez az önök lelkének? Igen, ennek kapcsán meg is könnyítettük ezt a dolgot, és a lelkes fiatal kollégáim Oroszlánc részt vállaltak abban, hogy most már több mint két éve egy saját alapítványunk is van, és ennek kapcsán is majd próbálunk a osztály műszerezettségén, feltételein javítani. Milyen egyébként a felszereltsége a gyermekosztálynak? Szerintem a kornak megfelelő. Mindig természetesen vannak előregedett műszerek, elhasználódott műszerek, amiket cserélni lehet, de folyamatosan ezen vagyunk, és ebben szerencsére a kórház vezetés is partner, úgyhogy szégyenkezni valónk nincs, de hát ebben sosincs megelégedett állapot, úgyhogy ezen vagyunk folyamatosan, hogy ezt még tovább tudjuk fejleszteni. Főorvos úr, egy utolsó kérdés az utolsó percben. Ugye azt mondta a beszélgetésünk elején, hogy picit úgy érzik magukat, mint egy háború után szolgálatot teljesít, hogy nem nagyon találja békeidőben a helyét. Hogyan állt vissza így a harmadik hullám végén az élet önöknél? Mennyi feladatuk van most? És hát, hogy találnak magukra? Most szokjuk, kicsit furcsa tényleg, tehát ez jóval békésebb időszaknak tűnik, de szerencsére maradjon is így. Azt gondolom, hogy most nem is baj, ha egy kicsit úgy érezzük, hogy egy kicsit pihentetőbb feltételek mellett dolgozunk. Szerintem ránk is fér, mert ahogy mondom, főleg pszichésen, de fizikailag is igénybe vette az összes ott dolgozó kollégát, kolléganőt ez az időszak. Úgyhogy, de nagyon-nagyon bízunk benne, hogy negyedik hullámra, ilyen fajsúlyos negyedik hullámra nem kerül sor, és folytathatjuk a békeidőbeli megszokott tevékenységünket. Köszönöm szépen, főorvos úr, hogy itt állt, és hogy zárjam stílusosan, köszönet a hősöknek, ahogyan a díj neve is mondja, és nagyon büszkék vagyunk önre, és természetesen a kollégáira is. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Köszönöm. Kedves nézőink, önöknek pedig a figyelmet köszönöm, holnap is lesz háttér, akkor majd Becker Bernadett kolléganőm számít figyelmükre, tartsanak velünk akkor is, viszontlátásra!